három korábbi alapembere, Savics, Lekli és Miller nélkül fogadta a címvédő szolnokot a Marsó Nyíregyháza. A hazaiak az első negyed derekáig tartották a lépést az Európa kupában is szereplő tiszapartiakkal, akik 10 perc után 7 ponttal vezettek. A nagyszünetig újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez, a kispadról válogatottakat és légiósokat pályára küldő szolnok. Fordulás után sem változott a játékképe, 2, illetve 5 ponttal nyerték a negyedeket a vendégek, így a Nyíregyháza tisztesnek mondható 18 pontos vereséggel zárta a találkozót. Úgy gondolom, hogy a csapat nem küzdött rosszul. Egy dolog azért még mindig hiányzik, sokkal bátrabban kellene kosárlabdázni, még akár egy ilyen ellenféllel szemben is. Úgy érzem, hogy bár lehet, hogy ez abból adódik, hogy sok eladott labdánk szokott lenni a mérkőzésen, ma a játékosaink kicsit nagyon vigyáztak a labdára, és nagyon nehezen jöttek ki a kiszabadító átadások, nagyon nehezen adtuk meg a passzokat, gyorsítani kellene ezeken az átadásokon, és mivel hezitáltunk, így néhány olyan eladott labda is becsúszott, aminek nem lett volna szabad, és ebből indításokat kaptunk vissza. De összességében azért mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy a Szolnok nem a mi kategóriánk, és nagyon örülök annak, hogy ilyen csapatot tudtunk fogadni, és ilyen csapat ellen is tudtunk bizonyos részelemeket megvalósítani, és egészen szépen végrehajtani. A vendégek edzője szerint csak idő kérdése volt, hogy mikor érvényesül a két csapat játékereje közötti különbség. Az első negyedben, amíg a Nyíregyháza bírt erővel, és nem kellett elkezdeni a hosszabb rotációt, addig méltó ellenfelek voltak. Ahogy telt az idő, fáradtak a kulcsjátékosok, nekünk hosszabb a kispad, és ahogy tudtuk ezt a előnyünkre fordítani, akkor már sikerült egy kicsit elmennünk, illetve a második negyedben tudtunk egy olyan előnyt még kiharcolni, hogy a fél időre egy megnyugtató előnnyel tudtunk elmenni, a harmadik negyedben pedig azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtünk, ott tudatosult tulajdonképpen azért, hogy eldőlt a mérkőzés. És a Nyíregyháza időkérésekkel próbáltam mindig rendezni a sorokat, felzárkóztak egy kicsit, akkor mindig mi következtünk, mindenki tudtam játszatni, a fiatalokat is, hogy 12 emberről lejátszottak a mérkőzés, azt gondolom, hogy a mai nap ezt a célt szolgálta, és természetesen örülünk, hogy itt Nyíregyházan, ahol azért mindig megkeseríti a nyíregyházi csapat az ellenfél életét, sikerült nyernünk magabiztosan. A forduló további eredményei: Atomerőműese Szombathely 83-62, Mafc Kaposvár 86-90, Körmend Jászberény 77-68, Szeged Sopron 60-102, Albafehérvár Kecskemét 93-69 és Zalaegerszeg Pécs 80-71. A tabella élén a Szolnok áll 13 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Atomerőműt. A Marsó Nyíregyháza 3 győzelemmel és 13 vereséggel a 12. helyen várja szerdai-szombathelyi vendégjátékát.